Mária Terézia, 6. Károly német-római császár legidősebb lánya akkor született, amikor a gondolat, hogy egy nő irányítsa Ausztriát, ugyanolyan abszurdnak tűnt, mintha a szegényeknek szavazati jogot adtak volna. Mindössze 23 évesen, 3. Károly magyar király halála után azonnal kénytelen volt megküzdeni a birodalma fennmaradásáért. Európa királyai el akarták szakítani tőle örökségét, ő azonban mégis harcolt érte, és nem csak hogy győzött, de létrehozott egy hatalmasabb birodalmat. A 4 évtizednyi uralkodása alatt azonban az ő lelke se volt teljesen patyolattiszta. Éppen ezért a birodalom felvirágoztatása és a nagyszerű intézkedései mellett feltárjuk Mária Terézia kevésbé ismert oldalát is. Itt, a Sötét Múlt csatornán. május 13. Bécs. Ez volt az a nap és helyszín, amikor 3. Károly magyar király, vagy más néven 6. Károly német-római császár gyerekének a születését nem örömteljesen élte meg. Mária Terézia ugyanis akkor született, amikor Ausztriának égető szüksége lett volna egy királyi kisfiúra. A Habsburgok aranyszabálya azt diktálta, hogy csak és kizárólag férfiak örökölhették a koronát. Károlynak azonban nem született fiú gyermeke, és így a Habsburg ház gyakorlatilag kihalásra volt ítélve. Igaz, korábban volt egy fiúgyermeke, Lipót János, de ő sajnos fél éves korában elhunyt. Az uralkodó reménykedett benne, hogy Isten megajándékozza őt egy újabb fiúval, de ugyanakkor ott motoszkált a fejében, hogy mi lesz akkor, ha mégsem születik fiú trónörökös. Éppen ezért elkezdett egy alternatív tervet kidolgozni. Károly még Mária születés előtt úgy gondolta, hogy 1713-ban talált egy megoldást, amivel meg tudja oldani az örökösödés kérdését. Elkezdett kidolgozni egy királyi rendeletet, a pragmatika szankciót. Ez a jogszabály lényegében támogatta a női öröklési jogot, és bízott benne, ezt mások is elfogadják. Bár kezdetben ezek csupán elméletírások voltak, Mária Terézia születése után Károly elkezdett diplomáciai erőfeszítéseket tenni annak érdekében, hogy mindenki elfogadja ezeket a javaslatokat, ugyanis a Habsburg földek nem voltak egységesek. Minden tartományt és királyságot megkért, hogy fogadják el a női öröklési jogot, beleértve Magyarországot is. Sőt, az európai királyi udvarokkal is megállapodott lánya trónra lépésének elismeréséről. Károly tehát úgy gondolta, hogy minden sinem van, nincs miért aggódnia. Azonban a tervei nem hozták meg 100%-osan a várt eredményt. Mária Teréziát már fiatalkorától kezdve a tanácsadók egy olyan úton próbálták terelni, hogy minél gyorsabban és könnyebben találjanak férjet a számára. Magyar, cseh, latin, francia, olasz, spanyol nyelven tanították. Viszont a diplomáciai hadviselés politikájáról, vagy a birodalom vezetésének alapvető gyakorlati dolgairól viszont semmit sem tanítottak neki. Ami érthető is, mivel Károly nagyon reménykedett benne, hogy halála előtt rendelkezni fog egy férfi utóddal is. De nem így alakultak a dolgok. Mária Teréziát egyébként komoly és visszafogott gyermekként ábrázolják a történelmi feljegyzések. Nagyon szeretett énekelni, lovagolni és íjászkodni is. Szabad idejének a nagy részét pedig a lovak között töltötte. A lovakra és a lovaglásra egyébként még a videó folyamán vissza fogunk térni. Oktatását a jezsuiták végezték, ám tanítatása hiányosnak bizonyult. Helyesírása és írásjelei szokatlanok voltak, emellett pedig hiányzott belőlük az a fajta formális modor, ami a Habsburg felmenőire jellemző volt. Mária Terézia 1736. február 12-én Bécsben feleségül ment Lotaringiai Ferenc István herceghez. Már gyermekkoruktól kezdve ismerték egymást, és a barátságból később szerelem lett. Valljuk be, a történelem folyamán elég ritka volt az a jelenség, ha egy férfi és egy nő szerelemből házasodik, és nem pedig dinasztikus okokból. De érdekes módon az ő kapcsolatuk tényleg az igaz szerelemre épült. Ferenc és jövendő apósa Károly nagyon sokat jártak együtt vadászni, és ez a tevékenység közel is hozta őket egymáshoz. Ez azért is volt fontos akkoriban, mivel Károly további trónörökösöket is fontolgatott a lányának. Ott volt például Károly Albert bajor és Frigyes porosz trónörökös is.
A feljegyzése tanúsága szerint az ifjú pár annyira szerette egymást, hogy amikor csak alkalom élt rá, folyton csak nyalták-falták egymást. Ebből a kapcsolatból összesen 16 gyermek született a 19 év alatt, 11 lány és 5 fiú. Közülük pedig 10 meg is érte a felnőtt kort. Ott volt például a híres Marie Antoinette, vagy magyarul Mária Antónia, a későbbi francia királyné. De említhetjük még II. József kalapos királyt is. A szerelmes uralkodók nem csak gyerekgyártó kisiparosok voltak, hanem Mária Terézia összesen 56 alkalommal vált nagymamává is. 1740. október 20-án 6. Károly meghalt, és Mária Terézia az osztrák trónra lépett. Károly idősebb korában is rendszeresen vett részt vadászatokon, és egy ilyen vadászat során megbetegedett. Állítólag gyilkos galócát evett, és néhány nappal később elhunyt. A rossz nyelvek viszont azt beszélik, hogy egy szándékos mérgezés történt. A király halála után kirobbant az örökösödési háború, ugyanis sem a poroszok, sem a franciák nem ismerték el Mária Terézia királyságát. Hatalomra lépését követően számos akadállyal találta magát szembe az ifjú uralkodónő. A legnagyobb probléma az volt, hogy fiatal volt, tapasztalatlan, és mindenhol férfiak domináltak a katonai politikai döntésekben. Plusz a Habsburg monarchia több évszázadnyi fennállása után valóban közel állt a teljes összeomláshoz. Tehát elérkezett az idő, hogy Európában egy háború robbanjon ki. Az igazság az, hogy 6. Károly nem készítette fel Mária Teréziát az uralkodásra, és nem készítette fel Ausztriát sem a lehetséges külső fenyegetésekre. A megfelelő katonai támogatás felépítése pedig ugyancsak elmaradt. Nem is volt elegendő pénz vagy fegyver a korona földjeinek a megvédésére. Ugyan a Habsburg monarchia rendelkezett a hadviselőfelek közül a második legnagyobb hadserege a francia királyság után, de az osztrák örökösödési háború kezdetén az ellenfelek jelentős túlerőt tudtak mozgósítani. Mária Terézia egy feljegyzésben úgy beszélt erről az időszakról, hogy Ausztria egy védtelen anyaszült meztelen gyermek, akinek a fejét éppen levágni készülnek. Éppen ezért döntő jelentőségű volt, hogy a magyar rendek 1741-ben a pozsonyi országgyűlésen Mária Terézia mellé álltak. A fiatal uralkodónőt 1741 nyarán magyar királynővé koronázták, és még annak az évnek a szeptemberében a magyar rendek segítségét kérte. A drámaibb hatás kedvéért beszéd alatt gyászruhát viselt, és a csecsemő II. Józseffel a karján jelent meg az emberek előtt. A legenda szerint bele is csípett még a kisdedbe, hogy az sírva fakadjon, hogy ezáltal még nagyobb nyomást gyakoroljon a rendekre. Az uralkodónő beszéde sikeres volt, és ekkor hangzott el a híres életünket és vérünket felkiáltás is. Bár a rossz nyelvek szerint a teljes mondat igazából úgy hangzott, hogy életünket és vérünket, de az abunkat nem. Szóval innered a magyarok és Mária Terézia különleges kapcsolata. Tény és való, hogy Mária Terézia győzelmei nem a csatatéren történtek, hanem a diplomácia birodalmában. Nagyon ügyesen pozícionálta magát, remekül kötött barátságokat és szerzett magának szövetségeseket. Ezeknek köszönhetően pedig Ausztria túlélte a kihívásokkal teli időszakot. Mária Teréziának sikerült megtartani az örökségét, és miután férje német-római császárrá vált 1745-ben, ő maga is császárné lett. Társuralkodóként Mária Terézia volt az a személy, aki a birodalom tényleges irányítását a saját kezében tartotta. 1748. októberében az osztrák örökösödési háború is véget ért. Európa pedig elfogadta, hogy egy nő irányítsa Ausztriát. Mária Terézia életének legmeglepőbb ellentmondása az, hogy bár papíron megrögzött katolikus konzervatívnak tűnt, reformjai valójában az egész Európát liberalizálták. Gyakorlatias hozzáállása a dolgokhoz azt mutatta, hogy hajlandó volt változtatni, ha az a birodalom hasznára vált. A Habsburg földek nem voltak egy egységes birodalom részei, hanem számos régió saját feudális rendszerrel rendelkezett. Mária Terézia azonban elvetette ezt az archaikus rendszert, és politikai központosítással a birodalom különböző részeit egy koherens egészé integrálta.
A belső vámok eltörlésével az egész birodalom beleolvadt egy egységes piacba. Mária Terézia racionális politikát alakított ki, fókuszálva a népszámlálásra, és hangoztatta az adminisztráció fontosságát is. Népszerűsítette a hivatásos középosztályt, kiszorította a katonai arisztokratákat, és megváltoztatta az oktatási rendszert is. Mária Terézia korszakában Ausztria képes volt fenntartani egy állandó, a legújabb hadviselési technikákra épülő, kiképzett hadsereget. Elfogadta a kor radikális elképzelését, miszerint a diákokat tankönyvekből kell tanítani. Az oktatást pedig az egyház kezéből kivette. A tantárgyakat pedig olyan oktatók kezdték el innentől kezdve tanítani, akik értették is az adott tárgyat és az adott szakmát is. A legnagyobb változást a tankötelezettség lassú bevezetése hozta, ami az első lépés volt az egyetemes alapfokú oktatás felé. Mária Terézia számára fontos volt a magasabb születési ráta, hogy ezáltal egy gazdagabb munkaerő alakuljon ki. Éppen ezért az egészségügyre nagyon nagy hangsúlyt fektetett. A paraszti életre gyakorolt feudális uralom megszüntetésével és az egészségügyi intézkedések bevezetésével Mária Terézia drasztikusan csökkentette a szülés közbeni és a szülés utáni halálozási arányt. Megalapította az első szülészeti kórházakat, és nagy hangsúlyt fektetett az ápolónő képzésére is. Most pedig a hatalom megtartás és a reform bevezetése után elérkeztünk arra a pontra, hogy szemügyre vegyük az uralkodónő kevésbé ismert, úgymond sötétebb oldalát is. Mária Terézia, a mélyen hívő katolikus uralkodónő természetesen elutasított mindent, ami eretnekségre utalt, és még a saját alattvalóit is megvetette. Előítéletes volt a protestáns vallású emberekkel szemben, és amikor Románia elnéptelenedett területeit újra be kellett népesíteni, akkor Mária Terézia nem katolikusokat küldött, hanem különböző városokból elűzött protestánsoknak biztosított otthont. A zsidók elleni üldözés is szerves része volt az uralkodásának. A prágai zsidó közösséget figyelembe véve, Mária Terézia több ezer zsidó család kiűzésével kezdte meg az uralkodását. 1744-ben kibocsátott egy rendeletet, amiben megpróbálta szabályozni a zsidóknak a számát és még a foglalkozásaikat is. A tanultabb, dolgosabb és mélyebb szakmai ismeretekkel rendelkező zsidókat több-kevesebb sikerrel, de megpróbálta integrálni a társadalomba. Fia, II. József, ugyanakkor édesanyja halála után egy törvényt hozott, amiben visszavonta a zsidó ellenes intézkedéseket. Mária Terézia további kisebbségi csoportokat, mint például az Isten nélküli hívőket vagy a melegeket is nagyon szigorúan kezelte. A házasságtörés elkövetőknek pedig gyakorlatilag nem ismert kegyelmet. Egy erkölcsi bíróságot hozott létre, ami súlyos büntetéseket szabott ki ezekben az esetekben az érintett személyek számára. Sőt, még akár kivégzéseket is elrendelhettek, ha a delikvensek nem haltak bele a különböző kínzási módszerekbe. Bár a kínzások betiltása kezdett elterjedni Európában, Mária Terézia mégis kitartott amellett, hogy a gyakorlatra mindenképpen szükség van, és továbbra is nagyon hasznosnak találta ezt a módszert. A gyakorlatiasság volt az, ami Mária Terézia reformainak a mozgatórugója volt. Ám ennél is markánsabb volt az irányító szerepe a családon belül. Számára gyermekei nem igazán voltak élő lények, hanem inkább olyan árucikkek, amelyekre befektetésként tekintett. Vagyis jól megfontolt házasságok révén próbálta a szövetségeket és a politikai kapcsolatokat megerősíteni, fenntartani. Szemben a hagyományos uralkodói szokásokkal nem teljes egészében másokra bízta gyermekei nevelését, hanem személyesen is napról napra követte a fejlődésüket. Nagy hangsúlyt fektetett rá, hogy a részletes tanácsokkal lássa el gyermekeit. Mária Terézia ezen elvei mentén folytatta a házassági diplomáciákat. Különféle hercegeket hívott a királyi udvarba és vont be a családjába, hogy semlegesítse a francia fenyegetéseket. A lányai közül, mint például Mária Antóniát, Franciaországba küldte, hogy feleségül menjen 16. Lajoshoz. Valamint ott volt Mária Karolina, akit a nápolyi királyi udvarba küldtek. Gyermekei mind-mind részei voltak Mária Terézia terveinek. Továbbá minden lányához más és más módon állt hozzá, és mindenkinek más és más dolgot engedett meg.
Mária Krisztina például engedélyt kapott, hogy szerelemből menjen férjhez, és saját életet alakítson ki magának. Az uralkodónő mindezek ellenére folyamatosan hangoztatta, hogy gyermekei sokkal többet jelentenek a számára, mint pusztán házassági ágyú töltelékek. Ugyanakkor, amikor idegen országokból érkező férfi diplomatákat fogadott, mindig lányai kíséretében köszöntötte őket, akik mindig egy előre kidolgozott forgatókönyv szerint működtek. Bár nagyon jól tudta, hogy ez a fajta viselkedés nagyon igazságtalan saját gyermekeivel szemben, mégis a gyakorlatias hozzáállásának köszönhetően sikerült szövetségesekké tenni a franciákat, és más ellenséges államokat is sikerült jó barátokká alakítania. Mária Terézia és lánya Mária Antónia között ismert volt a feszült viszony. Az édesanyja egy idő után nagyon csalódott a lánya, úgymond lazább életstílusában. Úgy érezte, hogy gyermeke nem megfelelően viselkedik a francia királyi udvarban. Rengeteg levelet küldött a lányának, hogy ezáltal megpróbálja akaratát érvényesíteni a franciáknál. Több-kevesebb sikerrel. Továbbá fellelhetőek olyan írások is, ahol Antónia megpróbálta lejáratni édesanyját, és egy undok tehénnek nevezte őt. Mária Terézia férjével, Lotaringiai Ferenccel összességében egy működő házasságban élt. De azért valljuk be, hogy egy 18. századi arisztokrata volt, aki élvezte a könnyű élet minden lehetőségét. A történelmi feljegyzések a feleségével való kapcsolatáról ugyanakkor pozitív hangvételben számolnak be. Bensőséges viszonyról, megbecsülésről, egymás iránt érzett szerelemről írnak. Ám a valóság ennél egy kicsit bonyolultabb. Nagyon sok történész állítja, hogy Ferenc István többször is félrelépett a házassága során, ami miatt Mária Teréziának minden oka megvolt arra, hogy féltékeny legyen. Nem csak gyermekeit, hanem férjét is megpróbálta korlátok közé szorítani, hogy ne keveredjen különböző szerelmi kalandokba. Az uralkodónő szó szerint figyelemmel kísérte Ferenc minden lépését, vagy éppen félrelépését. Ma ezt úgy mondanánk, hogy Mária Teréziát beteges féltékenység gyötörte. Találunk olyan feljegyzéseket is, ahol az uralkodónőt egy nagyon bosszúálló nőként ábrázolják. Amint észrevette, hogy férje és az egyik udvarhölgy kezd közelebb kerülni egymáshoz, azonnali hatállyal eltanácsolta az illetőt a palotától, hogy még véletlenül se történhessen semmi közöttük. Mária Terézia szó szerint rátelepedett a férjére, és nem csak a hatalomtól próbálta meg távol tartani őt, hanem a nőktől is. Nem csoda hát, hogy Ferenc próbált kikerülni ebből a szorításból, ha csak egy rövid időre is. Állítólag azért is szeretett nagyon vadászni, járni, mivel ez volt az az időtöltés, amikor is nyugodtan tudott lenni a felesége nélkül. Sokan úgy tartják, hogy a félrelépések is az ilyen alkalmak során történtek meg, a természet lágyölén. Ferenc István legtitokzatosabb kapcsolata egy bizonyos Wilhelmina Auesperg nevű hölgyhöz kötődik. A történészek ugyanis a mai napig nem tudnak semmi biztosat állítani a kettőjük viszonyáról. Bár sokan úgy tartják, hogy ők ketten bizony szeretők voltak, amiről még maga Mária Terézia is tudott. Erre utal az a feljegyzés is, miszerint egy alkalommal Ferenc egy opera előadása nem Mária Teréziával érkezett meg a királyi páholyba, hanem a fiatal hölgyel. Illetve még a szeretői státuszra utal az a legenda is, miszerint a császár halála után Wilhelmina a következőt mondta a hercegnének. Mindkettőnknek nagy gyásza van. Mai szemmel nézve a legkönnyebben úgy lehetne jellemezni Lotaringiai Ferencet, hogy annak ellenére, hogy szerette feleségét, és élete végéig kitartott mellette, mégsem utasította el a felkínálkozó lehetőségeket. De megfelelő bizonyítékok hiányában ezek csak feltételezések. Az azonban biztos, hogy Mária Terézia élete lassú hanyatlásnak indult 1765. augusztus 18-án, amikor is Ferenc német-római császár agyvérzést kapott és meghalt. Az uralkodónőt ez pedig borzasztóan megviselte. Innentől kezdve fekete gyászruhát viselt, hosszú haját levágatta, visszavonult a nyilvános élettől, a depresszió pedig egyre jobban kezdett el uralkodni rajta.
Az évek múlásával Mária Terézia sokkal konzervatívabb lett és ellenáll fia külpolitikájának, aki a radikális reformokat sürgette. Az uralkodónő életének az utolsó éveiben fizikailag is nagyon meggyengült. Járása leromlott, beszéde kezdett zavarossá válni, emlékezete gyengülni kezdett, melankolikus és magányos lett. Végezetül 1780. november 29-én életének 63. évében tüdőgyulladásban halt meg. Csak úgy, mint második nagy Katalin orosz cárnő esetében, róla is terjeszteni kezdték, hogy halálát egy lóval való szexuális aktus közepette vesztette el. Katalinnál főleg azért kapott szányra ez a pletyka, mivel idővel úgy tartották, hogy a férfiak már nem képesek csillapítani hatalmas szexuális étvágyát, és ezért már a nagyobb szerszámú lovakat részesítette előnyben. Mária Teréziánál pedig inkább azért hozták főleg összefüggésbe a lovas szexuális halált, mivel kisgyermekkora óta nagyon szeretett lovagolni, és rengeteg időt is töltött a lovakkal a királyi udvarban. De a lényeg, hogy mind a kettő csúfság csak egy lejárató kampány volt más országok által. Emlékét Magyarországon kevés helyszín őrzi. Ugyanakkor Mária Terézia a Habsburg család azon kevés tagjai közé tartozik, akinek ma is áll Magyarországon köztéri szobra. A gödöllői kastélyparkban például megtalálhatjuk a II. Világháború előtti Mária Terézia szobrot, amit még régen a Hősök teréről távolítottak el. Továbbá a budapesti Teréz körút is róla kapta a nevét, és még Budafok egyik utcája is a Mária Terézia nevet viseli. Illetve egy friss 2023-as hír szerint Mária Teréziáról nevezik el az egykori Petőfi laktanyát, ami hát eléggé megosztja az emberek véleményét az okok miatt, de most abba nem is szeretnék belemenni. Na és ti, mit gondoltok Mária Terézia életéről és uralkodásáról? Kommentben jöhetnek a válaszok. Illetve írjátok meg, hogy kikről szeretnétek hallani a jövőben. Mária Antóniáról biztos, hogy lesz videó a jövőben, de lehet csinálok egy összeállítást is Mária Terézia összes gyermekéről. Ha ezt szeretnétek, akkor azt is jelezzétek valamilyen formában. Ha pedig tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjátok be a kis csengőt is. Sziasztok!